Milyen hangulatba telt számodra a mai vizes próba? Hát igazából nekem ez a negyedik volt, de azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legjobb volt szerintem. Lehet azért, mert már négyet végigéltem, és végigszurkoltam nagyon nagy hangerővel, és ez csak fokozott, de úgy vélem, hogy szerintem ez volt a legjobb. Nagyon élveztem, nagyon jók voltak a csapatok is. Ez a 3-0-ás végeredmény számomra nagyon jó, mert ha jól tudom, ez az első, hogy 3-0-ra vezettünk, vagy legalábbis az első körben, szóval én nagyon élveztem. És így, hogy végzős vagy, milyen érzéssel tölt el azt az utolsó ságvárisként eltöltött sárát? Hát szomorúsága vagy és boldogság egy kicsikét. Egyrészt örülök, hogy tovább megyek, tovább tanulok, másrészt pedig nem szeretném itt hagyni ezt a közösséget. És hogy Balogh Tanár úr mondja, ez a ságvárizmus az egy hatalmas nagy áldás mindannyiunknak. Szóval ez a közösség számomra az egyik legfontosabb az életben. Van esetleg Radnóti is ismerősöd, aki szintén itt volt és szurkolt a Radnótinál? Igen, van, de erre a kérdésre nem szeretnék igazából válaszolni. Voltak Radnóti ismerőseim, igen. Rendben. Melyik volt az eddigi négy év alatt a kedvenc sárás pillanatod? Kedvenc sárás pillanatom? Talán a tavalyi fiú kosárlabda döntő, amikor az utolsó pillanatban egyenlő volt az állás és kihagytuk büntetőt, és nem a legjobb pillanat volt, a legérzelmesebb számomra. Azon kívül pedig talán az a pillanat, amikor először futottam a sárán, a 100%-as váltóban. És idén indulsz amelyik számban? Igen, a medicillabda hajító pályán fogtad meg talán lévő héten. Rendben, köszönjük szépen! Nagyon szépen. Hogy milyen ügyes volt.